Hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Orlai Ház nevében a harmadik mezőberényi pálinka verseny eredmény hirdetésén, melynek idén 35 párlatot neveztek, tehát 35 olyan nedűt kellett végig kóstolni a négy fő zsűrinek, amely igencsak jól sikerült. Mindenki, aki nevezett, az egy kis ajándékkal és emléklappal térhet ma haza. Ezen túlmenően külön díjakat is osztottak ki, illetve harmadik, második, első helyünk is lett. De most arra kérem Bukor Sándor urat, hogy néhány szóban azért összegezze ezt a keddi zsűrizést Önöknek. Köszönöm szépen a szót. Hát, szeretettel köszöntök én is mindenkit, akik itt megjelentek. Nem volt könnyű dolgunk ismét a zsűrizésben, viszont mind a négyen azért úgy néz ki, hogy szeretjük a pálinkát, és mind a négyen azért egyformán tudtuk megítélni ezeknek a pálinkáknak a minőségét, a harmóniáját, az ízlését, és rájöttünk arra, hogy voltak olyan megemlítések, hogy vagy otthon főzött pálinkákat hoztak, vagy ilyen kicsi kiszerelésben főtt pálinkákat hoztak, akik szinte saját maguknak készítették a pálinkákat. Ezeknek azért látszott is maga a minősége, mert hiába, hogyha nagy tételbe főzetünk, tudom, hogy édesapám is mindig azt mondja, hogy fiam, négy mázsából csak 38 liter lett. Hát ne legyen 38, inkább legyen csak 30, de az jó. Mert azért a nagy üzembe beleengedik az elejét is, megteszik a hátulját is, hogy legyen belőle bőven. Ezek a pálinkákon érzett is, tehát voltak olyan pálinkák, amin érződött. Mondom, amik úgy készültek, hogy kevesebbet főztek belőle, szerintünk ezek jobban kiadták az amatát és az illatát, az ízvilágát a pálinkának. De mindenek felett nagyon jó sikerült, nagyon sok jó pálinkát tudtunk kóstolni. Rossz pálinka nincs. Ahogy az imintiekben hallhattunk, az idén immár harmadik alkalommal megrendezett pálinka verseny is népszerűségnek örvendett a berényiek körében, és hát, hogy hallhattuk, itt bizony más településekről is érkeztek, ismétlés a tudás anyja, tehát akkor hányan és honnan is neveztek? 35 párlatot nevezett be, összesen 16 versenyző, 3 településről érkeztek, elsősorban Mezőberényből, de voltak Békés és Békés Csabai nevezőink is. Hát ez nagyszerű, és hát ugye a nézők a képeken láthatják már, hogy nem akármilyen zsűrizés folyt itt. Ugye ma péntek van, az kedden volt. Hányan is kik? 4 fős volt a mostani zsűri összeállítása. Békési Sándor a Békési Pálinka ZRT képviseletében, mint kereskedelmi vezető, igazgató. Bokor Sándor bútorasztalos, de őt, mint vőfét hívtuk most meg, hiszen neki is köze van azért a pálinkához, illetve Rónai Viktor barista, bartender, és a negyedik pedig Táncos Imre, a helyi mezőberényi tóppart vendéglő és panzió tulajdonosa, ügyvezetője, üzletvezetője. Igen, és láthattuk azt, hogy itt azért többféle kategória is volt, ahogy az elmúlt években is egyébként. Igen, igyekszünk mindig kímélni a zsűrit, és a gyengébb pálinkáktól, az almától kezdve haladunk az erősebb párlatokig, és végül a törköllyel fejezzük be. Ennek nyilván az az értelme, ahogy mondtam, hogy kíméletesség egyében történik, meg az ízeket is nehezebb egy erősebb, testesebb párlat után egy könnyebbet kóstolni. Jobb így, hogyha alma után körte, és majd utána valamikor a szilvaszőlő és a törköly következik. Na hát is persze, ami mindenkit érdekel, az az, hogy milyen helyezést is értek el az adott pálinkájukkal. Hát ugye a kategóriák szerint mi is lett a végeredmény? Külön díjban részesült Varga Judit mezőberényi lakos, kökény pálinkája, amely egy 2021-es évjáratú párlat.
Ancsin László Muszkátotonál szőlőn pálinkája 2023-as főzés, ő dupla különdíjas, mert a Bianca szőlőpálinkája, ami szintén idei főzés, ugyancsak különdíjat kapott, illetve Dézsi László, nem tudom, Penyigei Szilva pálinkája 2023-as főzés. Megkérdeztem, mert azt hittem, hogy a nevező nem tudja, hogy milyen pálinka ez, aztán odaért a zárójelbe, hogy Penyigei, de ki lettem teljesen okosítva, hogy ez egy szőlőfajta. Méghozzá valahol a Körös partján véletlenül elvetődött szőlő, szilva, kinövés, bokorcserje, nem tudom én micsoda termése, és azért hívják, mert hogy ez egy tulajdonképpen nem egy nemes fajta. Nem tudom, Penyigei Szilvának. Húha, hát egyébként más ilyen fajtákat se hallottam még életemben, mondjuk nem is vagyok egy nagy pálinkás. No, és akkor lássuk a helyezetteket. Harmadik helyezett lett Szabó Sándor szőlőpálinkája, 2022-es évjáratról beszélünk. Második helyezett lett egy hölgy, Vígné Kővári Zsuzsanna, sárga barack pálinkája, amely 2018-as évjárat. Sem most volt. És örömmel jelenthetem be, hogy az első helyezett az osztatlan mindenkitől 20 pontot kapott, tehát összesen a maximális elérhető 80 pontot kapta meg a pálinka, nagyon finom illata volt. Sárga Vilmos körte pálinkáról van szó, 2023-as, tehát ráadásul friss főzés, és Dézsi László főzette. Hú, hát akkor, ha én jól értelmezem, tulajdonképpen itt most minden kategóriát figyelembe véve születtek meg az eredmények, vagyis, hogy nem külön volt alma, meg külön volt, mit tudom én, szilva, tör, ez az amaz, hanem összeadták itt a pontszámokat, most egy picit a zsűrizés titkaival beavatva minket, és aztán ez döntött el a végső helyezést. Igen, ezt jól gondolod, nyilván csoportosítva, akkor így mondom, csoportosítva kóstoltak, kezdve az almával, utána a körtével, de például cseresznyéből csak egy volt, tehát nem volt mihez hozzá hasonlítani, arra adtak egy pontszámot, és azt láttuk utána, hogy az a sorrendben hol helyezkedik el, a többihez viszonyítva. Egyébként mit vizsgáltak? Vagy hát ilyenkor szokták nézni a színét, meg a szagát, meg a nem tudom. Négy szempontot vettek figyelembe, 1-től 5-ig lehetett mindegyik szempontot pontozni, így összesen 80 pont volt szerezhető. Először is a párlat tisztasága, itt a cefre kezelési tárolási hibákat nézték, a gyümölcs karakterét pontozták, illat és íz alapján, mennyire felel meg a gyümölcs fajtának, amiből készült. Az ízérzetet, hogy milyen a szájban érezhető íz, azok maradandósága, kellemessége, és végül a harmónia, ami szintén 1-től 5 pontig kaphatott pontozást, ez az összbenyomást jelenti. Hát nekem egy szempont még lett volna az, hogy mennyire könnyű tőle berúgni, de gondolom, hogy ez a szakmának nem számít semmit, mert nem ezt veszik figyelembe. Viszont gratulálok a helyezetteknek, és hát akkor gondolom jövőre lesz a negyedik is, mert hogy akkor szépen jelentkeznek, nem? Igen, az első évben 2021-ben 24 nevezőnk volt, tavaly és idén pont megegyezik 35-en, vagyis hát pontosabban 35 párlatot neveztek. Hát még egyszer gratulálunk nekik is, akkor köszönöm szépen az interjút. Mi is gratulálunk a helyezetteknek, és reméljük, hogy jövőre még többen leszünk. A harmadik mezőberényi pálinka versenyen első helyezést ért el Dézsi László. Szívből gratulálunk mindenkinek, és hogyha most éppen nem is lettek helyezettek, az nem azt jelenti tényleg, hogy csak egy-egy ponton múlt egyébként, hogy éppen hogyan alakult az eredmény, úgyhogy én arra biztatok mindenkit, hogy jövőre is nevezzenek, sőt lehet akár ugyanezzel a pálinkával, mert a tapasztalat azt mutatja, hogy a friss főzés jövőre már érik, és már egy kicsit másabb az íze, úgyhogy reméljük, hogy a jövő évben is nagyon sokan leszünk. Úgyhogy ha aki nem bánja egy fotó erejéig mindenkit szeretnénk, mondjuk ide szembe legyenek kedvesek állni, hogy aztán az internetre, meg a helyi újságba, a helyi televízióba, mindenhová kételhessük a képet, nagyon szépen köszönjük!